Hello, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Nálunk reggel van, nemrég keltem fel, körülbelül egy ilyen, 45 perccel ezelőtt, és épp hogy csak felöltöztem, látod? Van rajtam póló. Szervusz, mi a helyzet? Te mi csinálsz? Reggelizünk. Oda nézd, te, maszat pofa. Mi csinálsz? Most nem más fog csinálni. Ja, majd te is elmondhatod, hogy mi történt, jó? Majd elmondhatod. Mindig szeret a kamerán lenni, úgyhogy most várjál, én beszélek, nem más csinálunk, mint elmegyek, és Nyuszi, mit csinálsz? Na, gyorsan. Elmegyek, és megnézek egy hajót, ugyanis még mindig veszek, meg eladok hajót, csónakot. Ja, Daddy meg a Davis. Daddy Davis, úgyhogy... azt fogjuk megnézni. Hozom a szemegemet, remélem, hogy nincs ilyen lemerülve azt a videósat, és lefilmezem, legalábbis megnézzük egyet. Ez egy ilyen vitorlás, kabinos hajó a vizen. Úgyhogy apukám már itt van, együtt fogunk menni, a Davis meg befejezi a reggelit, aztán jövünk haza. Alszunk egyet, hoppá! Legalábbis a Davis majd, egy kicsit később, mert ugye még kora van. Aztán megyünk, és kimegyünk a vízre. Hello! Kimegyünk a vízre, úszunk egyet, ugrálunk egyet. Ha jó idő lesz persze, jelenleg jó az idő. Szépen süt a nap, van vagy 35 fok megint. Na, és hogy most elköszönünk. Jó lesz. Ja, és megyünk. Itt vagyunk a víz mellett, ha várjuk az illetőt, vissza kell gyalogolni a rampához, a hajó rampához, hogy melyik a hajó, nem tudom, próbálom keresni, de fukamam nincs, hogy melyik lehet az, ugyanis nem látom sehol se. Vagy valamelyik takarja, vagy nem úgy néz ki, mint a képen, amit láttam. Na mindegy, most nem más csinálok, látod itt egy csónak, amit itt hagyják sokan. Énnél csak berobják a csónakot, aztán kimennek ugye a nagyobb hajóhoz. Itt van egy ilyen park, meg rettentő sokan lent vannak a vízen, főleg ott a túloldalt. Itt olyan sokan nincsenek, bár látod, sok üres utánfutó itt áll, ami azt jelenti, hogy mindenki lerakta a hajóját már korán a vízre. Úgyhogy most megvárjuk ezt az illetőt, remélem jó helyen vagyunk, és megnézzük a hajót. Megnéztük ezt a hajót, közben a Davis itt ül. Az előbb játszottunk egy jó nagyot. Mit csinálsz?
Na most ráment az iPad-jére, látod? Hogy el akart menni buszozni. Képzeld el, el akart menni buszozni, rettentően szeret busszal járni, ugyanis a feleségemmel el szokott menni néha ide bevásárlóba, meg ugye a Lukasszel attól függ, hogy ő ugye szünet van vagy nincs, az Ébsz nagyon szeret buszozni. Emlékszek rá, hogy kiskoromban én is szerettem buszozni, komolyan mondom, most már nem szeretek egyáltalán buszozni, meg utána azt sem szerettem. Még a pici voltam, annyira is, mint a Davis, egy kicsit talán még idősebb is, én rettentően szerettem rágni az ablaknak azt a gumiját ott körbe, azt a fekete koszos gumit, hogy miért? Nem tudom. Na, de annak annyira jó íze volt, komolyan mondom, tudjátok, hogy miről beszélek, az ablak körül a buszon van az a fekete kis gumi, az a nem fekete kicsi, hanem fekete, de nagy gumi. Én rettentően, nem tudom miért, de szerettem nyalogatni, most már nem szeretném megnyalogatni egyáltalán, meg buszozni sem szeretek, nem mindegy beszélni meg ügyességet. Na, megnéztük a hajót, ahogy mondtam nektek, és nem tudom, mit láthatok még, mit nem a felvételből. Készítettem egy vagy két fényképet, én azt mondom, hogy nem tudom, hogy ti mit szóltok hozzá, gondoljátok ide a videó, aláírjátok meg. Szerintem nem volt a legjobb, tehát tudtam, hogy nem lesz a legjobb állapotban. Végülis nem az a baj, ugyanis én szeretek megcsinálni hajókat, de nem azért az árért, amit az illető kér érte, ugyanis szerintem egy kicsit sokat kér. Ugyanis mikor felrakta eladásra, fönn volt egy 7-2-3 hétig, képzel el, és felemelte az árat, nem hogy levette volna, felemelte. Azóta is fönt van most már. Egy ilyen 2-3 hónapja biztos, csak gondoltam, hogy elmegyek azért megnézem, hát ha valami ott látok, amit a fényképen nem, de én úgy döntöttem, hogy nem azért az ára, amit kér érte, egyáltalán nem venném meg. Tehát ez a hajó maradott, ahol van, valaki másnak lehet, hogy eladja, vagy nem, ennyi pénzre lehet, hogy nem. Úgyhogy mindig nézzeketek körbe-körbe, meg járok itten körbe-körbe, meg görbe-görbe, na minden, megint beszélek hülyéket. Mit akartam mondani nektek? Az, hogy kimegyek és most nem más fogok csinálni, mint ki fogom takarítani ezt a teraszos részt, látod? Ugyanis a madarak ide hordták, nem tudom, látod-e vagy nem, azt a füves fűt, látod? Ugyanis ide csináltak egy fészket, amit nem lehet most látni, de nincsenek benn már a madarak. Elköltöztek, hogy hova, nem tudom, lehet, hogy a szomszédba. Ugye ezt most ki fogom takarítani, mert ideje itt van, befújta a szél, a múltkor ugyanis volt egy ilyen kisebb-nagyobb vihar. Úgyhogy ezt kitakarítjuk, aztán délután meg elmegyünk valószínűleg egyet hajózni a Davis-szel meg a feleségemmel, a Lukasz nincs itt, ugyanis a szüleimnél van. Mit mondasz? Mi történt? Ott rá kell rá tudja kattintani, és akkor ugye eltűnik. Na várjál, próbál kattintani. Ja, most tölt. Látod? De én viszont, hogy most elmegy aludni egyet, úgyhogy én húzom a fősőmet, felveszem, hozom a söprűt, és kitagarítom, mert megnézem apukám, hogy is a garázsban van, kiszólja a csónakját. Ilyen szép tiszta lett, már lehet, hogy a kamerán nem látni, de kisöpörtem, lefújtam a virágokat, nem a virágokat fújtam le, hanem azt a nem virágot fújtam le, a gaszt lefújtam mindenhol, most talán ki fog halni, ugyanis ugye sok eső volt, és ilyenkor nől mindenhol, főleg ott azon a kavicsos részen egy kicsit csúnya. A hajót kibontott, a hajót, csónakot kibontottam, ahogy látjátok, meg is töltöttem benzinnel, állítottam egy picit az alapjáratot, ugyanis kellett állítani az alapjáratot, mert mikor bemelegedett, akkor egy kicsit, mintha le akarna, mindig így fullad, és sokszor le is fullad. Úgyhogy most hidegen állítottam rajta, tudom, hogy melegen kellett volna, de gondoltam, egy picit ráállítok még, mielőtt elindulunk, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Jelenleg nem más csinálunk, mint a Davis felébredt, és meg fogunk ebédelni. Mutatom, hogy mit eszünk, ugyanis én nem mindegyik kolbászt eszem meg, de ezt megeszem, mutatom, hogy ez milyen. Látod? Opa, hol van? Itt van. Ilyen fajta, ez ilyen ausztrálos marha kolbász, marhából van. Ilyen. Tehát ezt megeszem nem mással, mint látod, ilyen ketchuppal, paradicsomos szószal. Én ezt fogom most megenni, meg a feleségem is, már mi nem ezt az egyetlen, nem minden. A Davis meg valami más fog enni, valószínű, hogy csirke, és a Davis nem szereti a kolbászt. Nagyon nem szereti, nem tudom, hogy miért, de nem eszi meg. Mi történt?
Sikerült! Nagyon jó! Látod? Ezzel a játékkal. De szerintem a mami segített neked, nem? Ezzel játszik. Megcsináltad! Na! Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a játékot, meg ki nem. De látod, ide bele kell rakni. De ügyes voltál! Azt mutatja, hogy... Yeah. Mutatja, hogy hova kell rakni. Van neki nehezebb változata is, vagy fokozata. Ez most pont ő neki való, ugye a Davisnek. És itt látja, hogy hol kell rakolni a kockákat, és megy a következő pályára. Yay! Good job! Jó munka! Na, megebédelünk, aztán bekenjük magunkat napolajjal, vagy tejjel, vagy krémmel. Nem tejjel, csak krémmel. És elindulunk. Te, én alig várom, hogy ússzunk egy olyan meleg. Drop it! Ide a vízre, hiszed vagy nem, de fúj a szél, és a GoPro-t nem hoztam el, nem tudom, hogy miért, hanem ezt a rendes Sony kamerát hoztam, és ebbe belefúj a szél. Tehát most itt ülök a hajóba, az üveg mögött, próbálom takarni, hogy a szél ne menjen bele, és lehessen érteni, hogy mit mondok. A hajó, a csónak, ugye alakítottam a min, a gyújtás, nem a gyújtáson, az alapjáraton, na, úgyhogy elég jól jött, rendesen beindult, lehet, hogy most jobb lesz, lehet, hogy rá kell ugye majd állítani. Majd meglátjuk, csak közben rángatja a szél a hajót, meg a hullámok a csónakot. Ugyanis próbáltam kikötni, de kicsit kijebb kellett jönni, hogy a Davis is ugye ki tudjon ugrani a vízbe rendesen, meg a feleségem is. Úgyhogy mi most nem más fogunk csinálni, mint úszunk egyet valószínű, meg rohangálunk ugye egyet a Davisszel, és majd megyünk fala. Merre? Aztán jön haza a Lukasz, meg jönnek át a szüleim, úgyhogy nagyon-nagyon sokáig van, nem leszünk itt kint. De biztos, hogy legpróbálom magam leütteni, mert rettentő meleg van, kolyan mondom, fúj a szél, de nagyon meleg van, el nem tudod képzelni ilyet. Izzados az időt! Húztuk magunkat, megzajoztunk, és most csak pihengettünk, meg játszunk, mit? Mit mondasz? Ja, mit találtál ott azt a játékot? Közben néztük ezt a mesét, ezt az éneklős mesét, nem tudom, hogy magyarul mi a cím, ez a Sing.
A Davis szereti ezeket a mességet, főleg ilyen éneklős mességet. Amúgy az nem olyan rossz, legalábbis az elején nem volt olyan rossz. Mindig az elejét láttam, az a baj ennek a mesének. Az első 15-20 percet, és utána fogalmam nincs, hogy mi történik, mert utána megunja a Davis, és mindig más csinálunk. De mindig akkor kapcsoljuk be a tévét, mikor pont látod, megint megyünk ugrálni az ágyra, és ennyi volt a mese nézésből. Épp hogyha megnéztem a kommenteket a videóhoz, ugyanis nemrég osztottam meg, mióta elmentünk, és nem válaszoltam egyikre se, mert mit? Ugrálunk az ágyon, de majd válaszolok minden kérdésre. Kérdésekre mindig szoktam válaszolni, nem minden kommentre, de kérdésekre általában válaszolok, hogy ha van időm. Mit? Mit mondasz? Musz, musz. Jump, jump, ugrálunk. Oh, ho, ho. Oda, látod? Még úgy néz ki az ágy, mint a fene. Ugrálós Matyi. Ah, közben várjuk a... Várjuk a Lukaszt, hogy jöjjön haza. És a szüleimnél van, nem sokára jön haza, ugye? Mi csinálsz? Nagy rám ugorjál, musz-musz. Élvezted a vizet? Hm? Élvezted? Ó, jót ugráltunk egyet, meg úsztunk egyet. Látod itt a pottanás? Ez a Black Aparta. De most nem... Nézzük, te a fejem! Ott a büdös lábad. Au, te, ne rúgdáljál! Csak! Hol vagy? Musz-musz. Upszi. Mit? Ó, úgyhogy, ezt a mai videót... it's okay. Azt mondta, hogy sajnálja. Daddy. Apu. Na mindegy, és ezt a mai videót itt most befejezzük. Mindenkinek további szép napot. Te még sehova. Mindenkinek további szép napot, hogyha legalább jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok! Szia! 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 Szia!